srácok! A mai nap folyamán ismét kaptunk egy félperces teasert a következő seasonről, és ismételten Jones beszél egy hangrögzítőben. Ugye a tegnapi nap folyamán az első ilyen hangrögzítőt elemeztük, és ugye megtudtunk egy-két érdekes dolgot, viszont most kaptuk a másodikat, a folytatást, ami szerintem izgalmasabb lett, mint az első. Szóval ebben a mai videóban csak is erről lesz szó. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt már megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghostin Rider. Ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Először is hallgassuk meg a hangrögzítőt, amit nektek elhoztam magyar felirattal. This is Agent Jones requesting access to restricted file 8752. This is Agent Jones requesting access to restricted file 8752. Oh, really? No time to stabilize reality, but plenty of time to revoke my credentials. This is Agent Jones requesting access to all materials related to the Seven. Oh, great! Okay, if you're not gonna give me what I need, I'm just gonna have to take it. Jól hallottátok, srácok! Jones a Seven után kutat. És nagyon úgy tűnik, hogy akiknek dolgozott Jones az Imagined Order, ők elvették Jones-tól az engedélyét, olyan, mintha kirúgták volna, és nem tud hozzáférni semmihez. Hallatszódik is a hangján Jonesnak, hogy mérges rájuk és bosszút akar állni, és meg lehet, hogy a Seven-nel össze fog állni. Most pedig nézzük meg a képeket, hogy mit is láthatunk. Először is az első négy képen, amit láthatunk folyamatosan, azon ugye a hajótörött Jones van. A hajótörő Jones mellett egy nyílveszőt lehet látni, legalábbis annak a végét. Az előző képen ugye ott volt egy íj, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy egy újfajta íjat lehet majd szerezni a következő seasonben. Az első képen lehet látni egy dögcédulát is, és ez a dögcédula nagyon hasonlít ugye az OG Remix Music Packnek a kinézetére, ugye OG skineknek volt mindig dögcédulájuk régen. Persze ez semmit nem jelent, de azért érdekes, hogy ott egy dögcédula, ugye a hajótörő Jonesnak a nyakába úgy emlékszem nem volt ilyen. Illetve jobb oldalt ismét az a Neymaros focilabda van, szóval igazából a Neymar nagyon úgy tűnik, hogy tényleg Battle Pass-es lesz. És itt a következő kép, amiből nem nagyon tudtam kinézni semmit, de mintha egy focis skinnek a talpát néznénk, mintha egy focis cipő talpa lenne, úgy ilyen tüskés. Bár tényleg nem tudtam nagyon kinézni belőle, én ezt láttam, de kommentben írjátok meg, hogy ti mit láttok ezen a képen. Én nem nagyon tudtam kinézni belőle semmit. És itt van egy másik kép, amiből ismét nem tudtam kinézni semmit. Sokan írták kommentben, hogy ez egy kacsa, bár nem nagyon tudtam azt sem kinézni belőle. Hát nem tudom, írjátok meg kommentben, ha szerintetek ez egy kacsa, nem tudom. Viszont amit ki tudtam nézni, ez egyértelműen a Doomsday eszköz. Ugye a Season 2-ben Midas építette meg, volt is belőle event. Egy másik képen pedig egy lábat lehet látni. Ha jól megnézzük a képet, akkor egy elegáns cipőben van, és ez a beállás egyébként nagyon hasonlít Midasnak a beállására. Egyébként is azért gondolom, hogy Midas, ugyanis a Doomsday eszközt is lehet látni az egyik képen. Nagyon úgy tűnik, hogy a következő seasonben valahogy visszatér a Doomsday eszköz is, úgy látszik, hogy egy hatalmas seasonnel van dolgunk. Egy másik képen pedig egy sugárveszéllyel megjelölt táblát lehet látni. Ezt a táblát már láthattuk a Season 5-ös Cinematic trailerben. Szóval összefoglalva, azért elég sok mindent tudunk már Season 6-ról. Lehet, hogy majd le tudunk menni a föld alá, ehhez az eszközhöz, ahonnan ugye Jones jött. A Doomsday eszköz és Midas valahogy visszatér a játékba, a történetbe, hiszen ott voltak a képek róluk. Jones nyomoz a Seven után, szóval az azt jelenti, hogy a Seven 100%-ig fel fog bukkani most már Season 6-ban, és lehet, hogy összeállnak az Imagined Order ellen. Két fegyver biztosan lesz, egy íj, illetve egy új shotgun, amit a Save the World-ben is láthattunk. Lesz majd egy Neymaros skin, ami elméletileg Battle Pass-es lesz, és farkas ember kinézete lesz, bár ez még nem biztos, de Neymar biztosan a Season 6-ba be fog köszönteni. Lehet, hogy a Huskok vagy Kevin is vissza fog térni Season 6-ra. Elég izgalmasnak tűnik eddig a Season 6, persze a Neymart leszámítjuk, akkor eddig elég rendben van, ugye jön a Seven és Jones is, történet beindul. Az egyik Epic Games igazgató egy szóval fogalmazta meg a Season 6-ot, ami a Wild, vagyis a Vad szó volt. A Season 5-re egyébként azt mondták, hogy káosz lesz, végül ebben igazuk volt, hiszen nyíltak meg a Rift portálok, rengeteg crossover átjött, hát elég káosz volt a szigeten, az tény.
Hát srácok, ennyi lett volna az a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot és iratkoztok fel, amíg nem vagytok. Holnap megkapjuk az utolsó teasert Season 6-ról, és kedden már itt lesz az új season. Köszönöm, hogy megnéztetek a mai videómat. Ghost Rider voltam. Sziasztok!